Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában Farkas András, Pilis Csaba polgármesterét, és hát az ilyenkor szokásos újévi interjúmban önt is arra kérem, hogy egy kicsit összegezzük az elmúlt évet, és tekintsünk előre a jövőbe. Úgyhogy kezdjük is a 2015-ös évvel. Melyek voltak a legfontosabb, legsikeresebb eredmények a tavalyi évben Pilis Csabán? Hát én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a nézőket is, önt is. Azt gondolom, hogy alapvető siker az, hogy föl tudtak gyorsulni az események, és koncepció mentén tudtunk haladni. Lehetett építeni a korábbi évben elkészült településfejlesztési koncepcióra is, de azt gondolom, hogy eredményt értünk el kisebb fejlesztésekben is, Clarissa udvarnak a felújítása, járdaépítés, elkészült a szennyvíztelep, Berek utcát le tudtuk aszfaltozni, de azt is eredménynek tekintem, hogy olyan lépéseket tettünk, amik a gyermekeink jövője szempontjából fontosak. Megállapodtunk a Waldorf Egyesülettel 15 év után, meg tudtunk állapodni a Palánta iskolával szintén 12 vagy 13 év után. Támogatást kapott a Hauk iskolának a bővítése, nagyon sok növényt ültettünk, ez megint csak a gyermekeink szempontjából lehet fontos. És még sok ilyen kisebb siker van, amik mind illeszkednek a jövőnek a stratégiájába. Tehát azt gondolom, hogy összességében sikeres volt az elmúlt év, és ki van jelölve az út számunkra, amit tudunk haladni a következő évben. Ezt is egy fontos sikernek tartom. Van esetleg olyan, amit nem sikerült megvalósítani, vagy nem úgy sikerült megvalósítani, ahogy tervezték? Vannak olyan folyamatok, amik lassabban haladnak, mint ahogy én szerettem volna, hogy haladjanak. Ez a bürokráciának a tehetetlenségéből adódik főként. Itt kiemelném azt, hogy a vízelvezetési koncepciót én szerettem volna, hogyha már az idei évben elkészül. Ez egy összetettebb folyamat. A közbeszerzési szakértővel a megállapodást most fogom aláírni a héten, és mit tud elindulni a közbeszerzés, kiválasztjuk a tervezőt, és az év közepére, nyárra tud elkészülni a vízelvezetési koncepció, és hát azért, hogy ne maradjunk le ebben a kérdésben, azt fogom kérni a tervezőktől, hogy már a tavasz elejére azokat a legfontosabb pontokat, 10-15 ilyen pont van a Pilis Csabán, a legnagyobb problémák szoktak keletkezni tavasszal, azokra már legyen ötletük, tehát hogy úgy tudjuk elvégezni tavasz elején az első kapavágásokat, hogy azok illeszkedjenek ebbe a teljes koncepcióba. Tehát azt kell mondanom, hogy ez is olyan folyamat, ami el fog készülni az idei évben, csak kicsit lassabban haladt. Akkor ezzel már egy kicsit ugye előrevetítettük a következő kérdést, hogy melyek a 2016-os év tervei kicsit konkrétabban? Tehát elég világosan látszik, hogy Pilis Csaba lakói számára a jövőkép az viszonylag egységes, tehát egy zöld települést szeretnénk, amely a szűkebb régiónknak egy meghatározóbb település, egy kisváros, és a rangját is ehhez szeretnénk emelni. Szeretnénk, hogyha az oktatásban, kultúrában kiemelkednénk egy kicsit a térségben, és ebben az irányban kell lépéseket tennünk. Az egyik legfontosabb, amit szeretnék az idejében keresztül vinni, az egy arculati tervezés Pilis Csaba számára, meghatározni egy szlogent, meghatározni egy arculatot, ami végigmehet úgy a honlapon, mint a levelezőlapjainkon, a tábláinkon, és szeretném azt, hogyha elkészülne egy olyan arculati terv, ami az utcabútorainkat határozza meg, értem ez alatt a padokat, a eligazító táblákat, a busz megállókat, ezeket elsősorban értem ez alatt, de a piaci standokat is gondolom ez alatt egy egyességben, ami alapján beazonosítható Pilis Csaba, és ami egy egyedi arculatot ad a településünknek. És szeretném, hogyha megújulna ezzel párhuzamosan a honlapunk is, tehát egy profi honlap lenne, aki rákeres Pilis Csabára, akár az interneten, az lássa azt, hogy itt professzionális munka folyik, és hogy ez egy jó település. Szerintem, hogyha ez az arculat elkészül ez idejében, ez az egyik fő cél. A másik, azt szeretném, hogyha az üzemeltetés területén
nagyot lépnénk előre, tehát ez a bizonyos vízelvezetési koncepció elkészülne, az útépítési koncepció elkészülne, csatornázási beruházásokat be tudnánk indítani. Erre vonatkozóan már elkészültek azok a térképek, amik pontosan mutatják, hogy hol nincs még aszfalt, hol nincs még csatorna, hol van már készen terv, hol kell frissíteni a terveket. Tehát ezen az úton kell haladnunk, hogy működjön Pilis Csaba megfelelőképpen. És szeretném azt is, hogyha víziókat tudnánk megfogalmazni elsősorban a település központ fejlesztésére, és hogy összefogásban ennek a megvalósítását el tudnánk indítani. Itt a település központnak a fejlesztése alatt értem a Clarissa háztól, a templomtéren keresztül, a uradalmi ház környezete, Csaba kert területét, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy várhatóan az idejében a Balcsi-Zsilinszky útnak a felújítása is meg fog történni, és akkor tényleg, hogyha erre a vonalra, erre a tengerre van hát jövőképe is Pilis Csabának, és bizonyos elemei mégis tudnak valósulni, idén az tényleg előre vinni a településnek az ügyét, de ugyanígy szeretném, hogyha vállalkozás fejlesztésben is tudnánk előrelépni, és minél több uniós pénzt tudnánk lehívni, vagy tudnánk előkészíteni terveket ezeknek a lehívásához. És itt pedig kiemelném azt, hogy szeretném, hogyha óvoda felújítás és bölcsőde építés legalább a tervezés szintjén megtörténhetne, hiszen ezekre várhatóan lesz uniós támogatás a szűk keretek között is. És akkor ilyenkor szokott következni a már hagyományos kérdésünk így évelején, hogyha egyetlen kívánsága lehetne a 2016-os évre Pilis Csabának, akkor mi lenne az? Hát ha egy kívánságot mondhatok, akkor az az, hogy végre készüljön a Balcsi-Zsilinszky útnak a felújítása. Szerintem ezt nagyon régóta várjuk, és hogyha ez teljesül, akkor azt gondolom, hogy mindenki ezt ünnepelni fogja. És hát ennek a farvizén én szeretném, hogy ez a település központnak több pontja is megvalósulna, és szeretném azt, hogyha ez az út, ami megújulhat és összekötetés jelent ugye a település központ, az állomása, a településnek a különböző részei között, ez egyfajta összefogást is hozna Pilis Csabára, és az egymás közötti kapcsolatokat is ugyanolyan könnyűvé tenné, mint a közlekedés, tehát a döcögő együttműködések és a döcögő út párhuzama követően egy jó úton haladhatnának tovább az együttműködések Pilis Csabán. Hát mi pedig kívánunk ehhez nagyon sok sikert és jó munkát. Köszönjük szépen az interjút. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok, és további boldog új évet kívánok. Köszönjük szépen.